30 éve dolgozom ápolónőként. A másokon való segítés számomra nem csak hivatás. 2006. júniusában délelőttös voltam, és a váróban egy kissé zavart, jól megtermett beteg ült a tolószékben. A szemem sarkából láttam, hogy fel akar állni, aztán majdnem kizuhan a székből. Odaugrottam hozzá, és visszarántottam a székbe. Éreztem, hogy valami történt a nyakammal. 3 nappal később a fájdalom a karomba is lesugárzott. Megröngeneztettem magam, és kiderült, hogy megrepett egy csigolyám. Olyan fájdalom gyötört, mintha egy forró kést vágtak volna a nyakamba. Végigvonult a karomon, az oldalamon, egészen le a lábamig, és kínzó fülfájás is társult ehhez a megpróbáltatáshoz. 2008-ban megműtöttek, ami átmenetileg segített, de aztán kezdődött minden előről. 2010 áprilisára már annyira rossz lett a helyzet a nyak és hátfájdalmak miatt, hogy nem tudtam tovább dolgozni. Úgy éreztem, a férjemnek, a családomnak is már csak teher vagyok. Nem tudtam dolgozni, a kezelések pedig egyre több pénzbe kerültek. Ekkor Istenhez kiáltottam. Isten szólt a szívemhez, hogy kapcsoljam be a tévét. A 700-as klub adása ment, és Pat éppen imádkozott. Van egy nézőnk, akinek a nyaki csigolyájával van problémája. Ha gondolja, tegye oda a kezét. Isten most meggyógyította önt a Jézus nevében. Ezután Terry imádkozott, és azt mondta, a fokozatos hallásromlása egyre rosszabb. Isten most helyreállítja hallását, megnyitja a fülét, és újra tökéletesen fog hallani. Majd Pat újra imádkozott a gerincemen levő dudorért, ami alatt a csontok tönkrementek. Pontosan ezek voltak a problémáim, úgyhogy elfogadtam, hogy értem imádkoztak. Egyenesedjen fel, Isten megerősíti önt, és meggyógyítja a gerincét. Most, ahogy beszélek, egy építkezés zajai hallatszanak önnél. És tényleg egész nap köszörültek a ház előtt. És éppen azon gondolkodtam, hogy hű de szuper lesz, ha egyszer abba hagyják. Jézus nevében érintsd meg, Uram! Hirtelen melegség folyt végig a testemen, és hosszú idő óta újra fel tudtam egyenesedni. A dudor eltűnt, a fájdalmaim is megszűntek, meggyógyultam. Óriási érzés, hogy újra kajakozhatok, biciklizhetek, sportolhatok, és foglalkozhatok az unokáimmal. Annyira hálás vagyok mindazért, amit Jézus tett értem, hogy meggyógyított. Mindent neki köszönhetek.